Sziasztok, Neo 12 vagyok, Siegfried Lion-on járunk, a tankunk parancsnoka Killer 2019 a HD klánból, a tankunk pedig Kliment Vorosilov 2-es, tehát népszerűbb nevén a KV 2-es. Siegfried Lion és 45% esélyünk van arra, hogy győzzünk. Ugye Kliment Jefromovics Vorosilov a Szovjetunió marsalja volt, és ráadásul magyar vonatkozás az, hogy igencsak erős behatással volt arra, illetve nagyban hozzásegítette a magyar kommunista pártot, hogy Magyarországon a kommunista rendszer megszilárduljon, illetve hatalomra kerüljön. Na, ennyit róla, ugye egy KV-1-es albázára építették ezt a 12 tonnás tornyot, 152 mm-es tarackkal szerelték, annak idején Leningrádba készültek a tervei, mindössze 334 darabot készítettek belőle, főként ugye a nagy nyersanyag igénye véget fejezték ezt be, illetve a nagyon sűrű meghibásodások véget, hiszen nagyon nagy tömeget kellett mozgatni egy nagyon rossz fajta rendszernek, ami ugye nem nagyon volt erre alkalmas. Érdekessége a tanknak ugye, hogy olyan lőszer, illetve olyan töltés igénye volt, hogy először berakták a lövedéket a csőbe, utána pedig a kivetőtöltetet, ezért is van, hogy ilyen hosszú a töltési ideje, ami ugye 24 másodperc. Ezt egy picit ugye lehet képességekkel faragni, illetve töltésgyorsító használatával. Na itt az Oink. Elment egy 40 mm-es páncért mutatott, mégsem sikerült megsebezni. Azért veszélyes volt ez az úton így oda-vissza tologatni a tankot, hiszen azért, hogyha túloldalon megáll valaki, azért itt az oldalába szépen beküldhetett volna egyet, át is töltött repeszlőszerre. 321-et pedig egyetlen egy lövéssel sikerült leszedni. Kétfajta AP lőszerünk van ehhez a tankhoz, illetve az utolsó a H lőszer. Az AP lőszer az elsőnek 110 az átütése, a másodiké 136, ezek ugye 700-as átlagsebzéssel bírnak, még az utolsó 86-tal viszont 910 az átlag, ami azt jelenti, hogy akár 1100-1180 is lehet éppenséggel. A töltésidőt körülbelül 20 másodpercre tudjátok lefaragni. Érdekes módon ugye ez a KV-1-ből fejleszthető ez a tank, és utána pedig nem megy tovább, hanem ugye egy arti lesz belőle. Tehát azért, hogyha a legtöbb ember, aki ezt kifejleszti, az meg is tartja magának ezt a tankot. Nézzük, mit tudunk még róla elmondani rosszat. 0-6 a pontossága, amit 0-55-re lehet javítanunk, tehát nem egy kimondott sniper tank. A célzási idő pedig körülbelül 4 szekundum, amit 3,3-ra tudtok javítani, és sikerült egy 5.34-jel garázsba küldeni a KV-1S tankot. A látótáv 3.30, amit 3.61-re tudunk legénységi képességekkel javítani, ugye a BIA nagyon fontos ennél a tanknál, hiszen T-29-es valahol olyan helyre lőtt, ami nem sebzett rajta, ugye megpróbál egy sidescrapert. Ilyenkor nincs sok értelme ennek a sidescraper manővernek, mert a repeszlőszer biztos, hogy az oldalát sebezni fogja. És azt mondja, egy 2.23-at kapott, és ő volt a harmadik fregünk. Itt van egy is oldalról. Ugye ott a célzommód már ilyen sárgát mutatott, az már vagy bemegy, vagy nem, de inkább nem. Na, még egyszer talán meg lehet lőni.
ez... Nem tudom, ez szerintem elment valahol fölötte. Jelenleg 7-7 az állás. Rendkívül lassan tud manőverezni ez a tank, pont a tömege véget. És meg lett a negyedik fregünk is. 18 a testfordulékonyság, illetve 16 pedig a torony fordulékonysága. A testpáncézatunk 75-75, illetve 70 hátulról, a torony pedig 75-75, illetve 70. Azért ugye mennek a lőszerek egymás után, és mindig egy-egy tankot hazaküldenek. Na, a Skoda T-25-nek azért sikerült kettőt bevinni. 105-ös sebzések. Egész szépek. Kinhagyja az oldalát, 467-et. 16 HP-ja marad, de szerintem a féllegénységi tagja oda lett ettől a lövéstől. Úgyhogy örülhet, hogyha el tud menekülni. Jött a csapat HP kiírásnál ugye mutatja, hogy nagy kaliber az már tuti, tehát az már megvan. Skoda lett a hatodik, Fregünk, Togdanünk is megvan. Az OIXP-nek pedig az oldalát, hogyha mutatja, az a 35-ös, 70-es lemez. Azt mondja, hogy Célzom, gyönyörűen be is ment a lőszer. És egy 563-at lehetett leszedni belőle, ugye ennyi maradt mindössze. És közben az ellenfél E25-ösre beért a bázisra, és már bázist is foglal. ...711, ha jól látom az életpontja. Ugye ez még egy kicsit ugye... ...leszhettek bőle egy párat, egy 50-et, 6... ...már majdnem 700 maradt tulajdonképpen. Eltűnt egy blind shot, és BOOM! Úgy kiszedte, mint annak a rendje. És az ellenfél egész szépen elfogyott, ugye köszönhető neki, ugye, aki a 8. fregen van túl jelen pillanatban. Ugye a két GV ott van még, vagy a két GV, hát egy GV, illetve tehát a két arti, illetve még a Csitó. Most meglett a Hummel. T-29-es már bázist foglal. ...39 HP-ja van, az nem túl nagy. Csitó kiszedte a T-29-et, ő pedig kiszedte a Csitót. Ezáltal meg lett a 9. frag. A SU 122-44-es, ugye az Arctic szeregetik. Eszméletlenül rossz játékos. Hát igazából nem tudom most mit kaphatott, hogy miért nem moccanott meg. A SU 122-44 rendkívül jó mobilitással rendelkező. Jó nagy ágyúja van, és erre kiszeri a két arti. Hát nem tudom, hogy... Felrobbant, és megvan a full medálunk, és még van ellenünk egy arti. Ó, emelkedő nem nagyon rohan fölfelé, látod, hogy 10-zel bír menni körülbelül. Ugye 35 a legnagyobb sebessége. 4.95-ot bírt ide lőni az arti. Hát ez egy eszméletlenül szerencsés lövés volt az ő részéről. Épp egy pici látszott ki belőle. Na és akkor... És
ez pedig egy eszméletlen szerencsétlen lövés volt, az a kevés HP, ami benne maradt. Nem tudom mennyi. 24 HP-ja maradt neki. Több, mint valószínű, hogy elméletleg ugye most töltött be, de hogy ott mindenki tönkrement, az ő biztos. Na. Hát ez egy tankháztért, egy túlmedált, egy nagy kalibert, illetve egy Top Gun, illetve egy baráti várvelegetés. 4218 sebzés, 11 fek, 2070 volt az alap XP killernek. Köszönöm a visszajátszást, nektek a figyelmet, na jó, 12 vagyok, és találkozunk legközelebb, szervusztok!